A teljes táp zavarba jött, amikor leült velem szemben egy gyönyörű lány, Purgel Réka. Ő az, aki idén Balatonfüreden a legszebbnek választottak az Anna Bálon, és hát nagy szerencsénk van, hiszen gyakorlatilag ezzel a friss ajándék esővel érkezett ide a Weekend stúdiójába. Szia, Réka! Gyakorlatilag ugye te Kisvárdán születtél, és ami úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érdekes dolog, a szakdolgozatot témája volt a balatonfüredi Anna Bál története. Hogy kezd valaki pont egy ilyen szakdolgozatírásba? Mi volt a motivációd, inspirációd? Tudtad, hogy egyszer bár királynő leszel? Üdvözöllek először, és köszönöm a kérdést. Valóban én Kisvárdáról érkeztem a bárra. Édesapám kísért el, és ketten voltunk, ő volt a kísérőm. Az ELTE BTK néprajz alapszakon végeztem, és történelem volt a minorom, ami egy választott szak volt, és úgy éreztem, hogy kötődöm magához, ehhez a tudományákhoz. Ezért egy olyan témáról igyekeztem írni, amelyben központi szerepet kap a hagyomány, és van benne egy kis néprajz is, illetve van benne egy kis történelem is. A Balaton pedig mindig egy ilyen tündéri helyszín volt az életemben, nagyon, nagyon szerettem a közelében lenni, épp ezért gondoltam úgy, hogy akkor a kellemest a hasznossal és az érdeklődésem felé fordult, ezért választottam a Balatonfüredi Anna Bált a szakdolgozati témámnak. Bevallom, nem álmodtam arról, hogy bármikor is megnyerhetem, viszont nagyon csodáltam ezt az egész eseményt, és hirtelen jött ez az ötlet. Eddig csak kutatási érdekkel és kutatói nézőpontban fordultam a téma felé, azonban most, hogy egy új mesterszakot végzek, és ismét, nem tudom, júliusi születésű vagyok, kicsit talán így ajándék is volt, így jött az ötlet májusban, hogy akkor idén én is részt vegyek a bálon. Tehát tulajdonképpen ez egy szakmai gyakorlat, ha lehet azt mondani, hiszen az elméleti háttered az már megvolt, tehát akkor nem is jártál soha még Anna Bálon, annak ellenére, hogy már mindent tudtál róla? A Balatonfüredin most voltam először, igen, tehát oda, mint első bálozó érkeztem. Volt már szerencsém Anna Bálon részt venni, viszont ez helyi szervezésű volt. Kisvárdán város szervezett egy ilyen saját kezdeményezésű Anna Bált, nyilván ő is igyekezett a füredi mintájára, azonban ez egy ilyen lokális kezdeményezés volt, és azt is nagyon szép emlékként őrzöm. Hát gondolom, hogy édesapádnak azért volt valamiféle sejtése, vagy legalábbis reménye, hogy biztos ott leszel a dobogósok között, meg hát amúgy is ugye a szülők számára mindig a saját gyermekük a legszebb, de hát azért ez mégiscsak egyfajta megmérettetés. És kaptok-e arról visszajelzést, vagy kaptatok-e visszajelzést, hogy mi alapján döntöttek most 2019-ben? Nézd, rengeteg gyönyörű fiatal lány vett részt ezen az eseményen. Apukámmal a Vaszari villában volt egy ilyen kezdő találkozó, ahol a báli gyülekező zajlott, és már ott láttuk, hogy mennyi csodás fiatal hölgy jött. A rendezők említették, hogy 350 ilyen sorszámozott hölgynek járó szívet osztottak ki, tehát annyi induló volt. Hát azért akkor kemény volt a mező. És igen, meglepő, hogy mennyi gyönyörű fiatal lány vett ezen részt. Viszont úgy gondolom, hogy itt a természetességet is egyfajta bájat díjazott a zsűri, és nagyon sokat számít az, hogy ez nem elsősorban egy szépségverseny, tehát ez egy majdnem 200 éves tradíció, ahová az ember álmodni megy, és jól érezni magát is, és megélni egy ilyen. Tehát egy kicsit esemény. Hercegnővé válni, ugye? Igen, igen. Miben voltál, milyen volt a sminked, milyen volt a többieké, és egyáltalán milyen érzéseid voltak, miközben ugye ott gyülekeztetek és készültetek. Számítottál arra, hogy te leszel az idei év legszebbje? Persze, titkon minden. Minden nőben egy kicsit ott van ez, hogy ki szeretnél tűnni, és szeretnéd, hogyha valamilyen szinten felfigyelnének rád. Nekem a ruhám az egy nagyon erős pontom volt, úgy érzem. Adrien, Balogh Adrien tervezte a ruhámat Budapestről, ez egy kalocsai mintával díszített aranyszínű, félig fehér, hát egy alkalmi ruha volt, ami számomra a reformkort idézte, mert volt egy ilyen abroncs alatta, illetve kesztyűt viseltem. Egyébként Horváth Éva, egy 1977-es bálszépe ott Füreden, az ő javaslata volt, hogy vegyek fel kesztyűt, mint az elegancia fedhetetlen jelképét, ezt viseljem.
És bevallom, nagyon jó érzés volt ebben a ruhában végigvonulni és szórakozni. És így azért mégsem bántál kesztyűs kézzel a többiekkel, hiszen simán megnyerted ezt a versenyt. Jelente ez most, ez a cím, valami olyasfajta kötelezettséget, amit mondjuk a jövőben vállalnod kell, mondjuk a következő évig? Alapból ez egy megtisztelő cím, így, hogy én már foglalkoztam ezzel, tehát teljesen más úgy megélni egy eseményt, hogy csak könyvekből vagy levéltárban foglalkozol ezzel, és teljesen más úgy, hogy belekerültél egy láncolatba, és te is most már egy bálszépe lehetsz ezáltal. Megtisztelő a cím mindenképpen, és vannak ilyen úgymond protokoll események, amiken mint a Füredi Anna bál szépe. Meg kell jelennem majd. Ilyen például az, hogy a hagyomány szerint a szívhalászatot is, ami ugye szombat a bált megelőző napon pénteken szokott megtörténni, hogy ezt is a bál szépen nyitja meg, illetve hogy a következő évi bált, azt majd én nyithatom meg a polgármester úrral. És van fehér lovon érkező királyfi, aki azért titkon szorított neked? Igen, igen, természetesen van, és ő is nagyon büszke volt rá. Ez ugye rossz hír a többieknek, akik esetleg reménykedtek abban, hogy ők feszíthetnek az oldaladon, és közben az jutott eszembe, hogy lehet, hogyha egyszer tovább gondolod még ezt az akkori szakdolgozatod, akár egy doktori disszertációban, ott milyen jól mutatnak majd esetleg azok a fotók, amelyek itt készültek, úgyhogy ki tudja, talán a saját történelmedet írtad meg azzal, hogy édesapád elvitt erre a bárra. Hogyan telik a nyár hátra levő része? Köszönöm a kérdést. Hatalmas kő esik le ilyenkor az ember szívéről egyébként, mikor megkap egy ilyen címet, mert ugye utána napokig az interjúk követik, természetesen ez is ilyen protokoll, és nagy örömmel érkeztem meg hozzátok is, és köszönöm a meghívást. Ezután én pihenni szeretnék még augusztusban, amennyi hátra van még a nyaramból. Egy önkéntes leszek egy sérült gyerekekkel foglalkozó táborban, ezt nagyon várom, és ez mindenképpen egy érdekes színfoltja lesz a nyaramnak, illetve sok családi kirándulás vár még ránk, remélem, valamint ilyen kisebb családi együttlétek. Hát akkor nagyon sok szép élményt kívánok, és hát azt gondolom, hogy a gyerekek számára tényleg olyan csodálatos élmény lesz, ha ott leszel velük, valóban egy hercegnőként fognak rád tekinteni, és szívből gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Ötödik alkalommal rendezik meg a Pendelyben, Gatyában, Szoknyában, Szatmárban rendezvényt. Lovaskocsikázás, arcfestés, buborékshó és runkuckó a kicsiknek, főzőverseny a nagyoknak. A jó hangulatról Sipos F. Tamás, a Beregszáz Dixieland, Baby Gabi és Janicsák Veca elektroakusztikus live koncertje gondoskodik augusztus 10-én Géberjénben. Rohodon immár 17. alkalommal szórakoztatja falu nap a helyi lakosokat. Főzőverseny, kispályás labdarúgó torna és erőművész show lesz a nap folyamán. A mulatós hangulatról Roberto, Dankó Szilvia, Bunyós Pityu és az AK26 gondoskodik augusztus 10-én. Ha nyár, akkor fesztivál, ha fesztivál, akkor fő a lekvár. Idén augusztus 16-án és 17-én már 21. alkalommal rendeznek nemzetközi szilvalekvár főzőversenyt Szatmárcsekén. A tájjellegű ételek mellett hagyományérző csoportok is bemutatkoznak. A fellépők sorát pedig olyan nevek színesítik, mint Curtis, Loretta és a Hold Viola. A Kislétai falunap minden korosztály számára kínál izgalmas programokat. Lesz söribóverseny, fagyi evőverseny, strandfoci, főzőverseny és Mai Tai bemutató is. Az augusztus 17-i nap sztár fellépői között szerepel Kisgrofó, Curtis, Burai Krisztián és a Hamkoham. A Nyír Bogdán 800 jubileumi sorozat keretein belül falunapot tartanak a településen augusztus 17-én. Vidám park, arcfestés és finom ételek mellett igazi falunapi zenék várják majd az érkezőket. Fási Zsüliet, Krisz Rudi, Marcellina és Horváth Csárli koncerttel készülnek a szervezők.
Az Annabel szereplőinek sem lehetett könnyű dolga a sminkeléssel ebben a hőségben, ezért most hölgy nézőinknek adunk pár jó tanácsot. Sörésné Erika, a sminkmester a vendégünk. Szia, Erika! Szia, üdvözlöm a kedves nézőket! Hát most nem kértünk arra, hogy most itt a stúdióba kezdje valakit sminkelni, tekintettel a nagy melegre, de hát ugye itt most azért kellemes klimatizált a hely, meg gyakorlatilag ugye egész nap ezt csinálod. Egyáltalán kezdjük az alapokkal. Mikor ilyen borzalmasan nagy meleg van, akkor tudjuk valamivel védeni a bőrünket, és mondjuk felkészíteni arra, amikor talpig sminkbe kell mondjuk egy eseményen megjelenni? Igazából, mint tudjuk, hogy a bőrünket hidratálni kell elsősorban. Nyáron még több folyadékot iszunk, ezáltal hidratáltabb a bőrünk. Hát mindenképpen ahhoz, hogy tartós legyen egy smink, bázist szoktunk használni alapozó alá. Ez mit jelent? Hát az egy krémes textúra, uh-huh. Az egy krém. Ugye nagyon sokféle van olyan, ami kimondottan zsírosodó bőrre kell, akkor ugye matulni fog, nem fog olyan hamar zsírosodni az arcbőr, és ugye van az, amelyiktől tartósabb lesz a sminkünk. Mondjuk alapozóban kell-e más fajtát választanunk télen, mint nyáron? Vagy... Hát természetesen igen. Könnyű textúráit kell használni nyáron. Télen már lehet ugye a töményebb alapozókat használni. Idén például csak a BB krém nagyon jó nyáron, ami tartalmaz fényvédőt. Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag egy szuperül felkészült hölgynek van nyári és téli sminkje? Így igaz. Akkor a megszokott tradíciókat le kell vetkőzni tulajdonképpen tavasszal, és egy kicsit meg kell újítani a így dolgokat. Van. Hát ugye nyáron mindig könnyebb sminkeket használunk, színesebbeket, ragyogóbb az arcbőrünk. Hát télen inkább mattosítunk, de nyáron nem kell túlzásba esni. Mik az idei nyárnak mondjuk a trendi színei? A neon. Most csak mondok például valamit, rajtad ugye nagyon sok a rózsaszín a ruhácskádban. Feldobhatod a sminkedet, és ez nagyon jó a 2019-es év a hölgyek számára, mert ha csak egy rózsaszín tusvonalat húzol ki... Eszembe se jutna. Szempillaspirál. Rózsaszín szempillaspirál? Nem, rózsaszín tusvonal, egy kis szempillaspirál, és készen van a nyári kis üdes minket. A neonszínek ugyanúgy meg tudjuk csinálni, hogy neonszínnel kihúzzuk a tusvonalunkat, és például egy neon rózsaszín ruhában vagyunk, hát az gyönyörű. Az nem is sok, de mégis. És ugye ez egy szépen lesült bőr mellett, egy megfelelő igen. színű köröm mellett, gondolom, igen, hogy... Igen, nagyon félnek a hölgyek a színektől, pedig nyáron azt hiszem, hogy színesen kell viselnünk a sminket, színes sminkeket. Sokan még a strandra is úgy mennek ki, hogy sminkben, mert mondjuk azt mondják, hogy hát ez vízálló, és ha egyszer van vízálló, akkor azért van, hogy vízben is viseljük. Ez nem károsítja a bőrt? De nagyon is, mivel, hogy mint szoláriumban úgy a napra se ajánlott ugye full sminkbe menni, főleg nem strandra, ahol azért megyünk, hogy napozzunk. Ezért kerülni kell. Hát most ugye valakinek nincs szemöldöke, és felfesti a kis szemöldökét, és ő nem tudja, hogy most az vízálló ceruza, vagy nem vízálló ceruza, és hoppácska beleesik abba a hibába, hogy elkenődik, szétfolyik a sminke. Én a lányomat, mikor sminkeltem vizes fotózásra, hát ugye nekünk sminkeseknek megvan a profi igen, uh-huh. termékeink, ami tényleg az, hogyha lemerül a víz alá, akkor ugyanúgy tartós marad, de hát strandra ne. Tehát tulajdonképpen akkor, ha jól értem, ezek a termékek bár bírják a vizet, de tényleg nem kifejezetten azért vannak, hogy valaki kisminkelje magát és kimenjen a strandra, csak arra az extrém esetre, ha esetleg esne az eső, vagy bármi, akkor biztosabb, hogy így nem van, mosódik le. Így van, mint egy esküvőn például, de ez erre lehet azt mondani, hogy ez a ciki, amikor a strandon hölgyeket sminkben látunk. Nagyon érdekes, az is eszembe jutott, hogy egyre nagyobb divat ugye a különböző sminktetoválás, tehát gyakorlatilag szemre, sztájra, szemöldökre, szemhéjra, szinte mindenhová elkészül. Ez lehet nagyon szép is, vannak akiknek tényleg nagyon jól áll.
Én mondjuk egy kicsit félek attól, hogy ez egy olyan végérvényes történet, és akkor utána már nem lehet ezen változtatni. Igen, te sminkesként igen, hogy nagyon sokat találkozom olyan hölgyekkel, akik pár évvel ezelőtt kitatováltották a szemöldöküket, mert az volt a divat. Már most az nem divat, és most mennek, és lézerrel próbálják kiszedni, hogy most a mostani divatot akarja követni. Mindig elmondom a vendégeknek, hogy ha tetováltatni mennek, mindig csak a saját szemöldöküknek a formáját tartsák meg. Ugyebár korosodunk, nem maradunk mindig fiatalok, a bőrünk megereszkedik, és ez már nem olyan szép. Igen, nekem volt, csak egy példát gyorsan mondok, nagyon nem volt szép a vendégemnek a szemöldöke, tetovált volt, elfedtem korrektorral, és megrajzoltam neki azt a szemöldököt, ami jól áll. Ami neki való. És mondta, hogy majd jön, hogy rajzoljam fel neki, és ő így fogja kitetováltatni. Ugye gyakorlatilag azért jó egy sminkmester székébe beülni, mert ott lehetőség van a letörlésre, esetleg az újragondolásra, és amikor már kialakul egy olyan arc, ami tetszik neked is, és a vendégnek is, akkor esetleg ahhoz vissza lehet térni egy-egy smink alkalmával, de szinte nem kötelező. Meg a másik dolog, ami eszembe jutott, senki nem tudja, hogy mi lesz a divat mondjuk 4-5 év múlva. Van egyébként valamiféle sugallatotok már arról, hogy mondjuk a kora ősz, vagy az idei tél az most felé hajlik? Igen, most csak egy picit mondok a ruháról. A ruhába most nagyon divat lesz a piros kocka. Azaz a kockás. Uh-huh. Ezáltal most nagyon divat lesz, ugye, hát az örök divat a vörös rúzs, a piros rúzs, és a tusvonal. Tehát ez most nagyon-nagyon megint ilyen meg fog erősödni, ez a stílus, ez a piros rúzs. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy óckodnak a piros rúzstól, pedig én örök divatnak tartom. Na hát Erika, akkor sok mindent tanultunk. Egyrészt, hogy lehet pink színű tust is használni, be kell szerezni feketét, mert az majd jó lesz, ugye. Később piros rúzs, illetve bátran színekkel, és lehetőleg azért semmit ne véssünk bele a bőrünkbe addig, ameddig valami nagyon komoly szakember nem győz meg arról, hogy akár egy másik arc sokkal jobban mutathat. Így hát, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Ötödik alkalommal rendezik meg a Pendelyben, Gatyában, Szoknyában, Szatmárban rendezvényt. Lovas kocsikázás, arcfestés, buborékshow és runkuckó a kicsiknek, főzőverseny a nagyoknak. A jó hangulatról Sipos F. Tamás, a Beregszáz Dixieland, Baby Gabi és Janicsák Veca elektroakusztikus live koncertje gondoskodik augusztus 10-én Géberjénben. Rohodon immár 17. alkalommal szórakoztatja falu nap a helyi lakosokat. Főzőverseny, kispályás labdarúgó torna és erőművész show lesz a nap folyamán. A mulatós hangulatról Roberto, Dankó Szilvia, Bunyós Pityu és az AK26 gondoskodik augusztus 10-én. Ha nyár, akkor fesztivál, ha fesztivál, akkor fő a lekvár. Idén augusztus 16-án és 17-én már 21. alkalommal rendeznek nemzetközi szilvalekvár főzőversenyt Szatmárcsekén. A tájjellegű ételek mellett hagyományérző csoportok is bemutatkoznak. A fellépők sorát pedig olyan nevek színesítik, mint Curtis, Loretta és a Hold Viola. A kislétai falunap minden korosztály számára kínál izgalmas programokat. Lesz söribóverseny, fagyi evőverseny, strandfoci, főzőverseny és Mai Tai bemutató is. Az augusztus 17-i nap sztár fellépői között szerepel Kisgrofó, Curtis, Burai Krisztián és a Hamkoham. A Nyír Bogdán 800 jubileumi sorozat keretein belül falunapot tartanak a településen augusztus 17-én. Vidám park, arcfestés és finom ételek mellett igazi falunapi zenék várják majd az érkezőket. Fási Zsüliet, Krisz Rudi, Marcellina és Horváth Csárdi koncerttel készülnek a szervezők. Sokaknak még ismeretlen lehet az a fogalom, hogy coach. Megyénkben még talán nem is annyira elterjedt foglalkozás, viszont annál izgalmasabb vendégünk Kovács Tünde, aki ennek a hivatásnak
hát már azt gondolom, hogy lehet mondani, hogy megszállottja, hiszen a beszélgetés előtt is, ha lehet, akkor ezt mivelte. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ahol megtudják, hogy valamiféle különleges dologgal foglalkozol, és esetleg tudsz segíteni olyan problémákon, vagy gubancokon, amiken nem biztos, hogy mi magunk, akik a gubanc közepén vagyunk, tudunk, akkor biztos, hogy megrohamoznak a kérdésekkel. De egy kicsit kanyarodjunk azért a motivációdra. Te közgazdászként végeztél, és aztán átnyergeltél, vagy csak kiegészítetted mindazt, amit már addig is tudtál és szerettél. Üdvözöllek! Igen, nagyon jól összefoglaltad, hogy igen, ebbe a gubancba segítek, ebből a gubancból segítem az ügyfeleimet kijutni, és tisztában látni a gubanc közepén, és meglátni, segíteni nekik meglátni a kiutat, és segíteni elindulni, és lépkedni ki az elakadásból. A másik kérdésedre a válasz az, hogy mind a kettő. Tehát közgazdász voltam, szerettem azt is, és minőségirányításban dolgoztam, de abszolút én mindig inkább humán beállítottságú voltam. És ahogy az önismeretem nőtt, és több helyen éltem rövidebb, hosszabb ideig, kipróbáltam magam, és világos lett számomra, hogy ilyen irányba fogok elindulni, és így tanultam ki a coaching szakmát, és folyamatosan képzem magam. Úgyhogy én business life coach és team group coach is vagyok. Na, ezt egy kicsit fordítsuk magyarra, mert hát ha valaki nem érti, hogy pontosan mit jelent, tehát üzleti és magánembereknek is tudsz segítséget nyújtani, de ezt a legutolsót, ezt én magam sem tudom, hogy pontosan mit jelent. Igen, tehát csoportokkal, csapatokkal is foglalkozom. Van különbség egyébként? Nyilván van, hiszen ugye máshol tanulják, és más a tematikája, de egy kicsit a laikus számára úgy tűnik, hogy hát olyasmi, mint egy pszichológus akár. De azért mégsem az. Lehet, hogy egy kicsit szabadabban és hogy is mondjam, frusztráció mentesen mennek mondjuk egy coachal kapcsolatot kezdeményezni, mert hogy sokan azért még mindig úgy gondolják, hogy a pszichológushoz az megy, akinek komoly problémája van, akinek valamilyen komoly lelki sérülése, de elakadásai lehetnek bárkinek. Így van. Elakadásai így van, szinte mindannyiunknak van, és mindannyian vágyunk, és nagyon sok mindent szeretnék változtatni az életünkben. Csak nagyon-nagyon hosszú ideig tart ez a változás, vagy el se indulunk, ugye? És pont itt jön szóba a coaching, a coach, hogy ebbe tud segíteni, hogy valóban elinduljon a változtatás felé az ügyfél, és valóban elérkezzen oda a vágyott célhoz. Sőt, nagyon sokszor és többségében sokkal tovább jutnak, mint amit az legelején ugye célként meghatároztunk. A pszichológus, mondhatjuk, hogy az a különbség a kettő között, hogy ők a klasszikus pszichológus, ő a múlttal foglalkozik, ő terápiákat visznek, gyógyítanak, múltban megélt traumákat segítenek feldolgozni, míg a coach, ő még főleg a jelenben és a jövőben dolgozunk, és jövővel dolgozunk, abszolút megoldás és cselekvés orientált. Akkor egy kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy gyakorlatilag az életvezetést segítő olyan ember, aki felülről látja esetleg az én problémáimat, ugyanakkor kialakul egy bizalmi kapcsolat, és addig kísér, ameddig nekem szükségem van, miközben én talán megerősödök, megizmosodok, és esetleg már én magam is látom a céljaimat. De mi van akkor, amikor mondjuk én egy nagyobb cégnek az alkalmazottja vagyok, és egyszer csak becsöppen mondjuk oda egy coach, és én azt sem tudom, hogy nekem ott a rendszerben mi a dolgom. Tehát ez gondolom, hogy egy egészen más szemléletet igényel a te részedről, és itt a főnök mondja meg, hogy mi a cél? Így van, azért ott más, amikor például egy cégtulajdonos küldi a középvezetőjét hozzám, vagy például nem ő saját magától keresett meg, mint magánszemély, de én azt látom, hogy azért ott is az emberek nyitnak, és egyre jobban én örülök neki, és kollégáimmal együtt nagyon örülünk, hogy egyre jobban teret hódít a coaching, és egyre többet lehet hallani erről, a fejlesztésről, az érzelmi intelligenciáról, rezilienciáról, ugye, hogy valahol mindig azt tudtam mondani, mi mentális edzők vagyunk,
és egy minden coaching folyamat egy személyiség és szemlélet fejlesztő folyamat. Amikor cégeknél vagyunk, és a főnöke, vagy azt mondom, hogy a cégtulajdonos küldi az alkalmazottját, vagy a középvezetőjét, akkor picit nekünk igen másképp kell megtalálni a motivációt, de mindenki nyitott, és mindenki szeretne azért, én azt gondolom, hogy fejlődni és változni, és természetesen minden folyamat teljesen egyénre szabott, személyre szabott, és úgy haladunk azokkal az eszközökkel, azokkal a módszerekkel, amit mi a legjobbnak látunk, de abszolút mindig figyelünk arra, hogy mindig annyit tegyünk az ügyfélnek a vállára, amennyit még elbír, de már kilép a komfortzónájából, és elindul a változtatás felé, amit lehet, hogy 5-6 évig, vagy akár egész élete alatt nem tudott, vagy nem mert. Azt gondolom, hogy mindenképpen jó, mert egy ilyen vérfrissítés, hogyha egy ilyen munkahelyre mondjuk bekerül egy jó coach, és tényleg elkezd egy picit irányítani, motiválni a csapatot. Tehát el tudom képzelni, hogy egy jó csapatépítő folyamat ez. Legalább annyira időigényes mondjuk, mint akár egy terápia, ami évekig elhúzódik, vagy sokkal gyorsabb, hatékonyabb és célirányosabb akár? Abszolút célirányos, és ez attól függ, hogy mivel keresnek meg. Mennyire mély, mennyire szükséges teljes szemléletváltás. Vannak ügyfeleim, akikkel hosszabb ideje dolgozunk együtt, de ott például elértünk egy célt, és annyira belejött már a fejlődésbe, hogy rögtön léptünk át a másik célra, és így folyamatosan dolgozunk együtt, és elvezi, hogy halad. Nekem is például 2 éve coachom van. Tehát, hogy lehet, ha valaki nyitott már, lehet egyedül is fejlődni, és fejleszteni önmagunkat, önismeretünket, de abszolút egy coachal, egy segítővel sokkal gyorsabban, és sokkal célirányosabban lehet haladni valóban, és valóban a saját céljaink felé, mert sokszor vannak célok, ami kiderül a legelején, vagy 1-2 alkalom után ugye már ott, hogy ez nem is az ő célja. Akkor vannak persze olyanok is, akik úgy nem tudja, hogy mi a célja, nem tudja, hogy mi a gondja, csak egyszerűen tudja, hogy nem jól van, és ez így nem maradhat. És akkor mindig egy kicsit másképp kell megközelíteni, és ettől függ, hogy milyen hosszúságú lesz a folyamat. Volt olyan is, hogy valakit interjúra készítettem fel, egy ilyen nagyon dinamikus 2-3 alkalom alatt. Az biztos, hogy nagyon-nagyon szenzitív vagy, mert pont azt akartam kérdezni, hogy a coachnak van-e coacha, mint ahogy a pszichológusnak szupervízora, de hát válaszoltál rá, úgyhogy mindenkinek, tényleg mindenkinek van olykor szüksége arra, hogy valaki megvilágítsa azt a folyosót, ami eddig sötétben volt. Hát de nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és reméljük, hogy a nézők, ha találkoznak majd ezzel a kifejezéssel, akkor tudják, hogy valami olyan dolog, ami mindenképpen a hasznukra válik, és érdemes belekezdeni, akár az önismeret rögös útján való botladozásban, vagy akár egy ilyen gyors és hatékony segítségkérésbe. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Remélem tetszett, amit láttak és hallottak. Adásunkat most is visszanézhetik a Kölcsei TV magazinok YouTube csatornán. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor többek között egy előadásba pillantunk majd be a Mandala nyár kínálatából. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!